figyeljetek, Pintér Ambrust és a Karvalics Ferit várják a női dolgozóban. Pintér Galéria nevében. Nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen
rendezvénynek adtam egy helyet. Üzemben Szűcs Miklós művészület és Presszel Gábort és Partner művészület is. Át is adnám a szót. Át is adnám a szót Karbalics Ferencnek, aki megnyitja a kiállítást. Zavartan állok itt, és motyogok magamba, hogy hogyan kerültem én ide. Szóval, zavartan állok itt, azt kérdezgetem magamtól, hogyan kerülök én ide. Pedig hát egyszerű a válasz, Miklós kért fel, hogy nyissam meg ezt a kiállítást. A művész időről időre bemutatja a közönségének munkájának eredményét. A kiállítás tehát szerves része, aktusa az alkotói folyamatnak. Ahogy Miklós mondta, egy kép életéhez hozzáadatódik az, hogy nyilvánosságra kerül. A képek akkor kerülnek a helyükre, ha elindulnak a világba. Persze, a kérdés mégis releváns, miért pont én? Hiszen általában bölcs művészettörténészek, érzékeny esszéisták, irodalmárok, a szavak emberei jutnak. Nekik jut ez a szerep, hogy az értő és érdeklődő közönség számára kontextusba helyezzék az új alkotásokat. Én csak egy humble bankár vagyok, valaha így gyűjtő, a szavakkal mindig nehezen boldogultam. Egy bankárként is mindig papírból beszéltem, mert pontosnak kellett ott lennem, pedig annak a világnak a tudását és a nyelvét birtokoltam. Nem úgy, mint itt, ahol igazán igencsak korlátozott a felvértezettségem. Akkor mégis miért? Talán Miklós szerette volna velem általam is szélesíteni a beszélgetők körét, azt a társaságot, akikkel együtt szeretne gondolkodni. Ha így van, megtiszteltetésnek veszem. Vagy úrtam a többiek. Hát igen. Úgy látom, Miklós számára nagyon fontosak a beszélgetések. Fontos számára egy közösség, a közösség építése, fenntartása. Hiszen, ahogy az előbbi idézet is mutatta, a képéről is úgy gondolkodik, hogy azok a befogadók a befogadási folyamat által kerülnek helyükre. Az alkotónak, bármennyire is magányos maga az alkotói folyamat, végső soron közösségre van szüksége. A kiállításon látható anyag meghatározó része is egy párbeszéd. A festő és a költő együttes játéka. Van ebben számomra valami zavarbejtő, ellentmondásos. Miklós képei az elmúlt bő két évtizedben mindig elhagyott tájakat, üres tereket, puszta horizontot, csendet, mozdulatlanságot. A magány, a lébevetettség metaforáit idézte, melankóliát. Égbolt, időtlenség, történetnélküliség, örök jelen idő. Ezzel szemben Parti nagy versei tele vannak hangokkal, cselekvéssel, élőlényekkel, némi játékossággal. A versek szövege, ritmusa, mint egy újabb szól, amely jazz improvizációban izgalmas. Beszélget a képpel, belebeszél, ki beszél belőle, majd fogjátok látni. Néhol a szöveg képe, a verstáj, maga is képalkotó elem. De többnyire, számomra legalábbis, megnehezíti a kép terébe való elmélyülést. Ambivalens érzéseim voltak. Ezen még gondolkodnom kell. Csend és beszélgetés, magány és közösség, alkotóművész és értelmiségi szerep, kettősség, feszültség ellentét, ezek a gondolatok kavarodtak bennem. Lehet, hogy én vagyok éppen túl konzervatív és patetikus, aki a magányos alkotó romantikus képét misztifikálja még mindig. Aztán van itt egy másik, nagyon izgalmas és termékeny feszültség a képekben. Méghozzá magának az akvarellnek a technikája. Itt egymásnak feszül a művész tudatos, pontos szándéka, az eltökélt következetesség, a fegyelem, a kitartás, illetve a technika esetlegessége, a megfolyt színek keveredése, és az a tény maga, hogy a kép a lassú száradással bontakozik ki. Az alkotó számára is meglepetéseket tartogatva, jóval a festői mozdulat, gesztus után születik meg a kép igazándiból. Alázat, nyugalom, nagyvonalúság, derű, optimizmus és türelem kell ehhez a technikához.
a véletlen, a fatális, ha úgy tetszik, a sors által adott elfogadása. Nem látjuk az alkotói folyamatot, így bátran ruházzuk fel az alkotót mindezekkel az erényekkel. Amikor végül elfogadtam Miklós felkérését, a megtiszteltetés mellett önző szándék is vezetett. Ugyanis én a műgyűjtésről úgy gondolkodtam, mint a világ megismerésének, feltárásának eszközéről. Nekem ez egy izgalmas, állandó tanulási folyamat. Nem véletlenül kortárs képzőművészek érdekelnek. Ők a saját korom jobb megértéséhez segítenek hozzá. A képzőművészettel való foglalkozás kiszakít a napi munka darálójából, megakadályozza, hogy az bezárjon és egydimenziósá tegyen. Miklós munkáiban való elmélyülés alkalmat teremtett, hogy időt szánjak újra a képekre, magamra, néhány dologra, utána nézek. Olyan általam vélt kapcsolatoknak, összefüggéseknek, amik az utóbbi időben foglalkoztattak. Például arról, hogyan működik a kép, miként hat rám. Az érdekel, hogy én milyen viszonyban állok a képpel. A kép és köztem néző között milyen kapcsolat jön létre. Tudom, látom Miklós képein, hogy ő is olyan művészekkel beszélget, akik számomra is meghatározóak. Kirikó, Cézanne, Rothko, Hopper és Sugimoto mind ott vannak, mind közös tudás, az ő metaforikus tereik, a szemlélődés, a magány. Most próbálkoznom kéne, hogy szavakkal megragadjam az érzést, az élményt, ami elér, megüt egy képet szemlélve, de nem találom a szavakat. Képtelen vagyok átadni az élményt, görcsöltem ezen, kínlódtam, míg rá nem jöttem, hogy éppen ez a lényeg. Ha leírható volna, nem volna helye a képnek. Rothko mondta, hogy a kép az érzékeny néző által benne jön létre, teljesedik ki. És semmisül meg, amint megkíséreljük szavakba önteni. Az alkotás folyamata, ahogy Miklóstól tanultam, ő megfogalmazta, lecsupaszítás. Az esetlegességektől való megtisztítás, a lényegi, az eszmei megragadása és egy újabb komplex tartalom felmutatása. Nem csodálat, hogy Miklós vágya is szófukarnak lenni, és minél többet a nézőre bízni. Én úgy látom, hogy ez egy ismétlődő folyamat. Mindannyian alkotók vagyunk. Minden néző, szemlélődő. A befogadás folyamata is alkotás, újraalkotás. Magam számára sajátítom el, építem a saját világomat, világértésemet a képek által is. Éljünk hát Miklós invitációjával, a képek akkor kerülnek a helyükre, ha elindulnak a világba. Indítsuk hát útjára a kiállítás képeit mi is. Köszönöm. Vázlatából
vázlat B-be, jégbarnából éjfeketébe, Z-baldahin, hol mélab át a méla bútól, hol a legfő kompjúter bútól, leföl, leföl. Kikopódium, és ahogy az alma elgurul a fától, úgy gurulok én el és el magától, hisz a szerelmem kószavatta, melyet már vérrel meghaladta, s most átlép rajtam száraz lábbal, kis karján férjel és kosárral. Élvez és csodálkozik, ég és tenger, hogy változik, hogy ír ingát a hinta, bámul egy üres kert mozit, s hogy mi nyugodt árkot húz itt ez a vonagló tinta. Kifacsartam, kifacsar már, hűvös van, könnyű, otthonos, citromlámpánál őszi barbár, e korterrajze zárlatos sötétjében szikrázgatok, ki ül és áll és abba hagy, s bár még szöszölne véle, összeszikkad a lomha agy, s ha nincs is, jobb a vége.
közlemény, hogyha megnéztétek a képeket, meg ettetek, ittatok is valamit, akkor a lenti teremben, kezdjük előre a mondatot, szóval az a szerencsétlen helyzet állt elő, hogy ez a 25 darab kép, ez már mind gazdára talált. De hogy ne legyetek nagyon boldogtalanok, ezért csináltattunk vagy 200 plakátot, amin az összes kép és az összes vers külön mellé nyomtatva ott van. És ebből mindenki elvihet kedvére. És dedikáljuk is, hogyha kell. Jó mulatást! Köszönjük! Thank you.
Köszönöm.
feltételezted? El tudja rontani? Nem is a festő. Láttalak a minap, megnéztem, mert én a minden tudásom.